Oké, szóval Fafes Dániel vagyok, körülbelül pont egy évvel voltam itt, egész pontosan. Akkor egy olyan nyelvtanuló appról beszéltem, ami be akarja drogozni az embereket, hogy nyelvtanulásokkal váljanak. Ez egy kicsit kapcsolódik ez is, illetve nem is kicsit. Asorról fogok beszélni, ez tulajdonképpen a mobil applikációknak a SEO-ja. Nagyon leegyszerűsítve. Van itt közületek mobil fejlesztő? Oké, és van olyan, aki komolyan foglalkozott Asóval? Király. Jó. Szóval, az egész Asónak a lényege tulajdonképpen az, illetve azért nagyon-nagyon fontos szerintem, egyébként is, mert rohadt igazságtalan az App Store. Tehát ez egy tökéletlen valami. A Power Law az nagyon-nagyon működik, tehát nagyon-nagyon kevés applikáció fog felkerülni a csúcsra, és az összes többi egy ilyen elnyúlt, döglődő fázisba fog kimúlni, vagy csak úgy ott lenni, különösebb siker nélkül. Most az Asó célja az, hogy abba a szép, sötét zöldebb sávba kerüljön az ember, és kiemelje a saját. Amúgy egyébként remek ötletét, de attól függetlenül, hogy remek az ötlet, attól függetlenül sajnos az egyenlőtlenség miatt nem biztos, hogy az emberek meg is fogják találni. Oké. Mit tud az átlag fejlesztő az Asóról? Bocsánat, a teljesen commerce illusztrációért. Azt a felső részét tudja, tehát azt tudja, hogy az Asó tulajdonképpen a címnek az optimalizációja, a screenshotok optimalizációja, a keywordok optimalizációja, tehát van egy átlagos képe, amit így megcsinál, különösképpen nem folyik bele, hogy most a meta keywordeket hogyan lehet szuperjól megcsinálni, kitölti, megnézi, hogy hány karakter marad még, azt is jól kitölti, hogy ne hagyjon helyet, azt jól, hogy ezzel így kész is van az egész történet, de hogy nagyon-nagyon mély tud lenni, és igazából hatása akkor az Asónak, ha nagyon-nagyon komolyan csinálja az ember, pont azért, mert iszonyatosan sok applikáció van, és mindenki közepesen csinálja, tehát tulajdonképpen senki nem emelkedik ki azok közül, aki közepesen csinálja. A valódi potenciál, a saját példákon tudnám bemutatni, három éve foglalkozunk a fejlesztéssel, és az első két évben fogalom nélkül asóztunk mi is. Illetve azt hittük, hogy asózunk, de igazából csak azt csináltunk, mint egy átlag fejlesztő, tehát kitöltögettük a címet, screenshotokat csatolgattunk, a rendelkezés álló helyet kitöltöttük, egy 10 percet körülbelül szántunk az egész történetre, és azt hittük, hogy ezzel készen van. De hogy nem lett kész, amikor nagyon komolyan elkezdtünk foglalkozni, akkor volt 10.000 letöltése kb. Ennek az applikációnak, a Dropsnak, és tulajdonképpen az Asó optimalizálás eredményeképpen 2 hét alatt, ez mostani szám, ez a 220.000 letöltés, 2 hét alatt jön 500.000 letöltés. Ami engem meggyőzött, hogy ezzel az Asóval érdemes foglalkozni, mert egészen addig tényleg azt hittük, hogy hú, ki kell kerülni a TechCrunch, és akkor az minden megoldódik. Tehát kell egy jó kis PR, és akkor sikeres lesz az appunk. PR-ra ugye az a probléma, hogy hiába kerülsz ki a TechCrunch-ra, utána lesz egy hatalmas spike-ot letöltésekbe, és utána szépen visszazuhansz. Tehát, hogy nem lesz egy ilyen elnyújtott forgalmad. Kikerült körülbelül 2 év egy statisztika, a Forrester csinálta, arról szól, semmit nem lehet, gondolom, ami a lényeg, így van lézer is, szuper. Szóval ez itt a lényeg. Arról szólt az a statisztika, hogy hogyan találnak rá az applikációtokra a userek, és meglepett is, ez a bizonyos TechCrunch-os PR, lehetne ez Mashable is, lehetne The Verge is, tehát ezek az újságok, azt hiszik az emberek, hogy ott megjelennek, akkor hú, mindenki onnan fog majd róluk értesülni. Azt kérlek szépen, itt van. Tehát ilyen 14% a usereknek a online magazinokon keresztül találja meg ő, meg a appotokat. És itt a lényeg, ami engem totálisan meggyőzött, ezzel nem lehet vitatkozni, az emberek 63%-a utal erre az appokra, hogy beírja egy kulcsszót, ami érdekli, és letölti általában az első 5 találatban az egyiket, tehát mint ahogy a SEO-nál a Google első page-e az a leváns, a másodikon ugye másodikra már senki nem fog eljutni. Szóval ezért érdemes foglalkozni vele, mert ez a lényeg. És egyébként a második helyen a családi ajánlás, a harmadik helyen megint csak egy App Store releváns dolog, az a toplistákon való helyezés számít.
Oké, és alsó dolog. Az kettő dologra jó, nem csak arra, hogy megtaláljanak, hanem arra is, hogy jól konvertálódjanak a userek. Tehát beesnek a te kis termékethez, és az meggyőzze, tehát ez a kis bemutató meggyőzze őket, hogy tényleg töltsék le, mert hiába talál rá. Ha nem tetszik a screenshot, nem jó a leírás, stb. Akkor nem, nem fogja letölteni. Az ASO az mind a kettő problémát megoldja, vagy legalábbis segít jobb megtalálást biztosítani és jobb konverziót. Ahogy mondtam, iszonyatosan, hogy láttátok azt a jó kis jéghegy analógiát, nagyon-nagyon mély, minden egyes kis modult lehet boncolgatni a végtelenség, és érdemes is, mert tényleg úgy lehet a felszínre kerülni. Egy pár nem triviális alsó trükk, amit megemlítenék. Először is, legelőször is, ami nagyon-nagyon fontos a mostani algoritmus alapján, ez egyébként egy ilyen fekete doboz, tehát igazából senki nem tudja konkrétan, hogy mi alapján rankel az App Store, meg a Play Store, indirekt módon következtetnek az emberek rá. Ami biztos, hogy a review-k azok nagyon-nagyon sokat számítanak, tehát ezek a a vélemények. Tehát minél, ajánlom nektek, hogy minél jobban törekedjetek arra, hogy minél több és minél magasabb szintű review-t gyűjtsetek be. A szám, tehát a mennyiség az inkább fontosabb, mint a minősége. A minősége elsősorban a konverzió miatt fontos. Tehát ha valaki meglátja, hogy nyilván 1-2-3 csillagos zap, akkor valószínűleg a másikat fogja választani, mert ugyanazon az oldalon lesz alternatíva egy 5 csillagosra. A lokalizálás, ez volt az egyébként, ami nálunk nagyon-nagyon-nagyon sokat számított. Konkrétan annyit csináltunk, és tényleg egy fél órás munka volt, hogy lefordítottuk a címünket, tehát a title-t, illetve a meta keyword-öket, a description-t azt nem, azzal is foglalkoztunk, kínaira. Lefordítottuk, és más a következő héten csak azt látjuk a statisztikákban, egy hatalmas nagy kilengés volt, és a kínai App Store-ban feature-öltek a legjobbak között. Elég egyértelmű, hogy ennek köszönhetően, tehát hogy azért ilyen véletlenek nincsenek. Viszonylag egyszerű, tehát mi a Google Translate-et, illetve a kedves barátomnak a kínai tanárját használtuk erre a kis növekedés löketre. A cégnév, mint kulcsszó. Nagyon kevesen tudják, hogy a cégnév, amit ugye kijel az App Store, az szintén kulcsszónak számít. Tehát nyilván ehhez nagyon korán kell ismerni ezt a trükköt, még mielőtt megalapítod a céget, vagy mielőtt beregisztrálsz az App Store-ba ezzel a céggel, de ha mondjuk, mit tudom én, zombirobotokkal foglalkozó játékot akarsz gyártani, akkor érdemes a zombi kulcsszót beraknia, illetve a zombi kulcsszóval céget alapítani, és akkor egyből nyertél kulcsszót, mert például az App Store-ban iszonyatosan értékes minden egyes kulcsszó. Ugye a Play Store-ban a description-t is, tehát a leírást is figyelembe veszi az algoritmus az App Store-ban, csak a title, tehát a cím, short, illetve a meta keyword-öket, ami nagyon-nagyon korlátolt. Csinálj egy egyszerű review videót, baromi fontos, sokkal jobban konvertálnak a videók, mint amit az SEO screenshotok, mivel nagyon sok információ benne van. Tehát egy 20 másodperces klipbe sokkal könnyebb meggyőzni a felhasználót, hogy letöltse az appot, mint néhány screenshotban. Nagyon jó kis egyszerű túlok vannak, úgyhogy tényleg egy óra alatt össze lehet dobni egy nagyon jó kis trailer videót az apphoz. What's new leírás? Ugye meg lehet adni a különböző frissítéseknél, hogy milyen újdonság történt. Ez azért nagyon jó kis trükk, mert mindenki általában tesznek rá. Tehát, hogy beírják, hogy néhány bug fixet beletettél az új update-be. Na most egy kicsit kreatívabb vagy, illetve még például itt is megemlíted a végén, hogy ha tetszett a frissítés, akkor adj egy kis review-t, akkor ki tudsz emelkedni megint csak a tömegből. Tehát odafigyelnek erre a dologra, ami nem szokványos. Az utolsó pedig szedj össze 5 review-t azonnal, tehát minden frissítés után úgymond lenullázódik az adott verziónak a csillagszáma, és kell hozzá 5 darab review legalább, hogy újra kijelződjön az App Store-ban. Oké, és a legfontosabb dolog a SEO kapcsolatban, hogy ez nem egy csodaszer. Tehát, hogyha rossz a terméked, akkor akármilyen jó az ASO, nem fogják használni az emberek, és tulajdonképpen mehet kukába az egész. Tehát az ASO-nak a legfontosabb
modulja tulajdonképpen a termék, tehát a title, nem a screenshot, hanem maga a produktum. Ennyi, köszönöm szépen! Igen, nyilván ennek is vannak ilyen különböző szívű kalapos változatai annak az alsónak, hogy töltszerezzük ezeket a review-kat. Az Apple időről időre tesz kísérleteket ezeknek a kiszűrésére. Mivel hogy egy blackboxról beszélünk, nem lehet tudni, hogy pontosan ezeket hogy szűri. Én is láttam olyan képeket, hogy ilyen kis kínaiak előtt, nem tudom, ott volt 20 iPhone, és akkor bökögették végig őket. Nyilván földrajzi régióra is szűrnek, úgyhogy nyilván ez egy valós probléma, és amekkora súlya van az asónak, nagyon sokan próbálják ezt meglovagolni, és gondolom az Apple-nél, illetve nem gondolom, egészen biztos vagyok benne, hogy komoly erőforrásokat fordítanak arra, hogy ezt megoldják, vagy kicsit esélyes, kicsit felrebbé tegyék a dolgot. Parancsol. Nekem miért kérdés? Okay. Létezik, hogy ne. Relatíve kevesen vannak egyébként, ahhoz képest, hogy milyen súly van. Parancsolj. Megmondom őszintén, hogy tavaly óta elfelejtettem a termékeknek nevét. Megpróbáltam rákeresni az App Store-ban. Drops. Keresek, azon kívül. Ingyenes vagy fizetős? Drops. Ingyenes. Okay. Ingyenes, Drops a neve, mint cseppek. Oké, okay. De mire keresek azon kívül terméknél, mert nem találtam meg az App Store-ban. Próbáltam Visual Language meg. Aha. Elvileg első találat. Mi Drops? A Drops. Drops járt termékében, Drops nem. De hogy nem termékében. Igen. Minden csak a termékében. Igen, na most a Magyar Store-ba kerestél, abba vagy beregisztrálva? A Londoniba. Aha. Elsősorban Kínában vagyunk nagyon erősek, tehát Kínában beírod, hogy Basic English, akkor ki fogja adni. De természetesen igen, kanjiban, nem kanjiban, hanem a kínai karakterrel kell írni. Illetve angol is beírhatott, tehát a keywordök között angol is benne van, hogy English például, tehát a kínai App Store-ban angol is tudsz keresni. Nyilván ez a terület, tehát a language learning egy iszonyatosan szaturált az App Store-ban, tehát rengeteg. Tehát ha beírhat, hogy English language, akkor mi még kis halak vagyunk ahhoz, hogy a top 20-ba bekerüljünk. Vannak új szavak, amire próbálunk specializálni, de például egyébként ugye mondtam, hogy földrajzilag is külön rankel az App Store, tehát külön App Store-okra súlyoz. Angliában még relatíve kevés letöltésünk van, kevés review-ünk van, tehát ezért relatíve a lista alján vagyunk. Kínában nagyon jól muzsikálunk, ott mondjuk a English language-re, ott vagyunk a top 10-ben. Holnap megtudom Kínában lehetnem. Ilyen cégneveket kell csinálni, Angry Language Learners, Zombies, vagy valami hasonló? Ilyet is csinálsz, hogy a cégnév karakterben van-e limit, az Apple-nél nem tudom, de igen, még ez egy érdekes kérdés, például a title-ben van kétfajta iskola, van, aki az egyszerű üzenváltozatot favorizálja, ők elsősorban nagyobb márkák szerintem, akik megtehetik azt, hogy magát a brand nevet teszik be a title-be, és az összes többi megy a metába. Most a kisebb, kevésbé népszerű appoknak én azt javaslom, hogy inkább egy ilyen descriptive címet adjanak, tehát meglegyen a brand name, és utána egy ilyen nagyon rövid leírás, ugyanis a címben lévő kulcsszavak többet nyomnak alapba a kereső algoritmusba, tehát kb. Ilyen 10-15%-kal nagyobb a súlyuk azoknak a kulcsszavaknak, amiket a tájtjadban. Szavas címek lesznek a... Van egy bizonyos karakterlimit, hogy milyen hosszú tudsz belerakni, illetve az Apple is ezeket azért szűri, tehát hogy nagyon ilyen cool szó stacking szaga van a dolognak, tehát ha egymás után random szavakat írsz, ami számodra releváns cool szó, akkor azt vissza fogják vágni az App Store-ba, de például nekünk elég hosszú, tehát a címben felsorolják az összes nyelvet, amit tudsz vele tanulni. A SEO és a SEO rankeknek van köze egymáshoz? Tehát, hogyha valaki Google-be keres rá egy alkalmazást, egy valamilyen alkalmazást keres, akkor számít-e az a SEO rank, vagy a
SEO rank számít, hogy mi alapján kerül ott a tetejére, mert ez is egy viszonylag gyakori esetnek tűnik. Ez egy egyik segíthető, másikat nem? Az Apple-nél szerintem nem. Tehát, amit az embereket hozzá esetleg a store-ba. Ja, tehát természetesen, tehát igen, tehát mivel hogy a iTunes is csatlakozik az internet nevezeti dologhoz, ezért azt is ki fogja dobni találatnak a te appodat. Igen, ha sokat nézik azt az oldalt, a te iTunes oldalat, amit ahol megtalálják a appodat, akkor meg a sok link mutat rá, illetve a SEO-nak a tehát amelyik oldal, nyilván ha egy népszerű oldalról van szó, már pedig ha egy népszerű appot nagyon sokan töltenek le arról a linkről, mondjuk számítógépen keresztül, vagy telefonon keresztül, akkor annak a oldalnak az oldal előkelő helyen fog szerepelni a Google találataknál is. Én úgy tudom, hogy nem. Sehoz nem értek az asonál, ilyen personalizációhoz nincsen. A sztorokban, a keresési listák, azok personalizációk? Aha, az App Store-ban egészen biztos nincsen, én úgy tudom, hogy a Play Store-ban sincsen ilyen personalizált találati. Akkor köszönjük szépen!